Hurka, kolbász, szalonna és tepertő. Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón is helyet kaptak azok a hagyományos ételek, amelyek nem hiányozhatnak az asztalról egy disznóvágás után. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Nyírség Együttműködési Nonprofit Kft. És a Magosz közösen szervezett napkori fesztiválján bőven készül majd ezekből a finomságokból. A délelőtt az a hagyományőrzés és a kultúra része lesz. Népzene és néptánc, valamint a főzőcsapatoknál a sejtések feldolgozása fog folyni. De hogy ne csak torkoskodjunk egész nap, ezért sportolni is fogunk, egy futóversenyt is szervezünk, ami reggel 9 órakor fog elrajtolni. Itt egy 600 méteres családi futással, egy kisebb, egy 5 kilométeres és egy nagyobb, egy 12 kilométeres erdőben történő futással fogjuk eltölteni a délelőttöt. A szórakozás és a szórakoztatás mellett a jövő hét szombati rendezvény arra is lehetőséget biztosít, hogy a gazdák megbeszéljék a sertéságazat aktuális helyzetét. Rácz Imre, az Agrárkamara megyei szervezetének elnöke kifejtette, számos problémára megoldást kell találnia a szektor képviselőinek. A sertés előállításának a költsége nagymértékben megnövekedett, és sajnos az értékesítési lehetőségek meg is szűkültek. Egy oldalról szinte eladhatatlanná válik lassan itt Magyarországon a sertés, illetve olyan árat kínálnak érte, ami az önköltség alatt van mélyen. Ezért is fordultak a kormányhoz segítségért, és úgy hallottam, hogy most segítségképpen egy kamatmentes hitel lehetőséget próbálnak biztosítani a közjegyző fedezetet az állam átvállalni, hogy minél hamarabb hozzájussanak ehhez a segítséghez, hogy minél kevesebb sertést tartó kerüljön olyan állapotba, hogy akár be kelljen zárni, vagy fel kelljen függeszteni az állattartásukat. Nem véletlen, hogy napkorra esett a választása a szervezőknek. A település évtizedek akik otthona volt az országos népszerűségnek örvendő februári böllérversenynek. Seszták Miklós országgyűlési képviselő azt mondta, az ágazat képviselői és a fiatalok számára egyaránt fontos a fesztivál. Azt gondolom, hogy ebbe az egyetlen egy rendezvénynek a lehetősége benne van az, hogy gyakorlatilag a már korábbi 10-20 éves hagyományt újra éreztve jövő héten szombaton egy fantasztikusnak tűnő rendezvényünk lesz, ahol disznótoros és pálinka mustára kerül sor. Azt gondolom, hogy meg kell mutatnunk a mai fiataloknak, hogy őseink mikor és hogy dolgozták fel a disznót, a sertést. Azt gondolom, hogy ez fontos, mindenkit szeretettel várunk. A sajtótájékoztatón elhangzott, a mulatós fellépők mellett Nem az a lány és a Kerozin együttes is koncertet ad a délután folyamán. Az eseményt egyébként hagyományteremtő céllal rendezik meg, a terv az, hogy minden évben más település adjon otthont a fesztiválnak.